előző adásban egymásra találtak az Eden Hotel párjai, akik birtokukba is vették a luxus szállodát. Nyugalmukat már az első este megzavarta egy nem várt új lakó. Fogadjátok sok szeretettel az első csábítót. Kiraktál mindent, ami van. Igyekeztem. Bel a közepébe? Így van. Jó estét! Tegnap beköltöztek a lakók az Eden Hotelbe, és eszelősen elkezdtek taktikázni, vagy ahogy Naomi mondaná, tematikálni. A fiúk kevésbé használták az eszüket, ehet inkább keményen berúgtak. Megérkezett az első csábító Marian, akit a nagy agyalás és pusztító bulizás közben szinte észre sem vettek. Marian ma megismerheti a fiúkat egy randin, és később átveszi az irányítást. Kedves Marian, a mai napon randira mész mind az öt fiúval. Amennyire biztos voltam a páromban a párválasztó ceremónia után, most annyira vagyok bizonytalan. Kedves lányok, mindenki pakolja össze a bőröngyét és gyülekezzetek a nappaliban. Ez most komoly. Akkor én ma vettem ki a szavaitokból, akkor nyitottak vagytok a kertpár cserére is. Lányok, ti azt nem tudjátok, hogy Marian is kapott egy levelet a randin. Ebben a levélben az állt, hogy Mariannak is van lehetősége párt választani az itt látható öt fiúból. Most pedig Marian, arra kérlek, hogy nevezd meg azt a fiút, akit párodul választottál az Eden Hotelben. Mi dicen que soy demasiado joven para entender que estoy atrapada en un sueño. Bueno, la vida me pasará si no abro los ojos. Bueno, por mí está bien. Despiértame cuando todo haya terminado. Cuando sea mayor y más sabia. Todo este tiempo he estado encontrándome a mí misma. Y no sabía que me perdí. Na, polka, hogy telt a szexi esti? Szegénykém. Szevasz, barátom! Tiszteletem a szerveknek, Vági Bence! Vírus, Rizuva! Folyam, te is be vagy még baszva. Jaj. Hamar bealudtatok? Apolka? Nem, nem. Viszonylag igen. Eldőlt, mint a zsák? Aha, még meg kellett emberesíteni. Egyelőre Bencének iszonyatosan zavar a gátlástalansága, ami kifejezetten elő szokott belőle jönni, pláne, hogyha iszik. El kellett parancsolni, hogy nem felezed a sokatját. Ja, hát ez... Olyan tiszták vagyunk most legbelül. Milyen jó lehetett tegnap, nem? Milyen jó fej lehettem? Hogy szégyelhet a párom, tudom? A hülye! Nem csak a párod, tehát... Mindenki! Az egész hotel? Ki ez a gané? Ez a hülye gyerek. Ki ez a gané? Ez az egri parod. Hogy nézhettünk ki? Az első buli nagyon jól érztem magam, mert tényleg sikerült úgy betölteni alkoholt. Bár emlékszem dolgokra, úgyhogy még kicsit csalódott vagyok. Azért ma remélem, azért nem emlékszem semmire. Nekem semmi bajom egyébként. Annyira rattyom vagyok, mint a szar, de itt semmi. De a gyomrom se fáj, fejem se. Se fáj. A nyitó buli nekem nagyon tetszett. Igazából abból a szempontból is főleg, hogy nem én voltam a legrészegebb. Igazából nem tudtam behozni se Patrikot, se Bencét, pedig mi Norbival próbálkoztunk. De nem sikerült, olyan szinten elhúztak, hogy ilyet én nem is láttam. Jól laktatok? Jól laktatok? Na gyere, papika, nézzük meg! Ja, annyit ettem már, megyek meg és hánytatom magam, mert tele van. Ezek eredetiek? Mik? Hát mik? A cickóid? Nem. Nem? Szép lett, nem? Puha, hallottuk, hogy látták, mi mondták. Hát, tényleg? Szia!
Peti, azt hiszem. On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Most a Nóri ott van, basszus, de jó, úgy de örülök neki. Hát, vagy? Ahol valami csepegtetni valót. Nem hiszem. Hát, ezek olyan hülyék, hogy tudod, leszarják, mi van, tudod. Ennyire nem bírod őket? Hát, nem. Én pedig én ott robbantanék, és megnézném, hogy az egyik hogy maradna életben a másik nélkül. De. Én úgy. Nem csak azért így gondolkozok, ilyen taktikázok, mert egyszerűen most úgy érzem, hogy szükség lenne rá, vagy másnak, esetleg a barátnaim közül, hanem úgy ellefoglal, úgy olyan jó érzés úgy gondolkozni, úgy pörgetni a valamennyi agyam. Patrik, lehetőleg ne ugorjál le a másodikról, oké, köszi! Látod, az ilyen beszólások. Meg gyere már ide, meg izé, meg szilecskét mutatok, meg ah, meg ne igyál már annyit, meg ne fürödjél már, meg úristen, mint a rossz izé, érted? Ú, basszus. És pár nap múlva csak szarabb lesz, tudod, póráz lesz már, gyere utána. Ja. Lihegjél is hozzá, tudod, címszóval. Adrian párját azt csicskáztatja, a szó szerint, és a lányokkal ilyen távolságtartó, meg ilyen flegma. Tényleg, mit szólsz a párodhoz? A párocskámhoz? Párocskáthoz. Jaj, nagyon örülök, hogy őt választottam egyébként. Nagyon jó fej, meg ilyen tök egy hullámhoz. Jó, hát nem így, amikor itt rültkodik, ez is jó fej, de amikor így kettem, amikor... Neked sok egyébként az, hogy izé, hogy így hűl? Féltem nagyon, nem tudom, félek, hogy így ezzel lejárat. Kedves Marian, a mai napon randira mész mind az öt fiúval. Kezdjetek el készülődni, és vigyetek magatokkal fürdőruhát is. Jó szórakozást! Én az Adrian is nagyon észrevettem, hogy kicsit bepánikolt, még annak ellenére is, hogy próbált kedves lenni velem. Ezt le is nyalom majd. Köszönöm. Kihalás? Tösd. Magad, hogy így mi haverok vagyunk. Ja, igen. Már jó, tényleg. Haverok vagyunk. Kolászok maradunk. Jó? Akkor végig haverok. És úgy csinálom. Na, akkor beszéljük meg. Nem lehet így megbeszélni, Patrik. Mit? Ezt nem lehet így megbeszélni. Hát, de most mondtad, hogy haverok vagyunk. Szeretetek. Miért kell veszteni? Hát, hogy éve vagyunk. Hogy valaki még tetszik, esetleg, vagy... Jó, akkor haver. De akkor tényleg? Mostantól haver. Nem? Ja. Pacsi. Ez is az? Nem tudom. Te mondtad ki. Én csak több nyújtom a kezem, hogy akkor tényleg, ténylegesítsük. Csak ma haverok, akkor ne sértődjen meg egymással. Mire gondolsz? Sem mondom, hogy ne legyen sértődjön. Kicsit megijedtem be valami őszintén a gyors tempó miatt. Ezért gondolom úgy, hogy lehet, hogy kicsit lassítani kéne, és csak olyan nehéz ezek után már, hogy ennyire szimpatizálunk, hogy így együtt is alszunk. Ne sértődjenek meg egymásról. Ugye, hogyha csinálnál mondjuk valamit másik csinál, akkor ne sértődjek meg. Arra mondod? Nem. Nem. Szóval, ha eddig az, ami így köztünk volt, az nem olyan haveros volt, de akkor haveros lesz mostantól. Ha akarod. És ki a legszimpibb a srácok közül? Mindegyik aranyos. De nem tudom ki. Mindegyik más, nagyjából. Aha, teljesen. Neked melyik a páron? Dominik, a szőke. Ja, igen. De tök aranyos. Aha, ő is.
Aha. Patrik is tök jó fej. Nem szeretem Patrikot. Nagy limuzin. Aludjunk egyet, nem? Remélem, hogy a Norbi taktikás lett, mert azt beszéltük meg, hogy ki fogja faggatni, és kipróbálja faggatni a csajszit, hogy milyen valójában. Amúgy egy rohadt jó nő csajok, iszonyat dögös csaj, olyan sejt, van, így néztem, mellé jó, hát az nem nehéz, úgy nekem is lehet olyan. Az úgy, mert a száj is szépen. Meg a száj is mű, aha, de úgy az a csaj, tud, aki belép mondjuk egy étterembe, és így még a csajok is megfordulnak, nem olyan, ugye? Marian nagyon dekoratív, csinos lány. Ma megláttam bikinibe, és így wow. Nyilván, hogyha nekem is megadatna, hogy akár szilikon, cici, szilikon száj, amit én soha nem csináltatnék meg egyébként, de azért az a dob rajtad. Ha megérzi, hogy gyenge egy pár, akkor az annyi. Kérdeztem most, tetszik valaki? Így megkérdeztem, így fújj. Én is kérdeztem, nyugi. Az, hogy neki az ilyen jó fej, humoros, vicces fiúk jönnek be, és nagyjából majdnem mindegyik az basztak. Igen, nekem annyit mondott, hogy így nincs nagyon itt így esete, ugyannyira nem jön be itt senki. Szeretném, ha beszélnétek egy kicsit magatokról. Már összeismerkedünk a srácokkal, ez volt a másfél nap alatt is tényleg szerintem jó a brigád, de szerintem te is értszületett a bétél, és te is feloldottál könnyen. Ez a pároddal, hogy jössz ki? Hát nézd, egy 36 óra alatt azért nyilván nem lehet kiismerni senki, de egyelőre az első benyomás az jó. Randi, jól éreztem magam, pláne azért, mert együtt voltunk, tehát az összes fiú együtt volt, nem volt az a feszengés, hogy most mit csinálok face to face most a Mariannal. Patrik? Én nagyon jól érzem magam, mert tényleg egy jó társaság gyűlt össze itt. És a páromról kéne egy pár tejcsekő. Nagyon aranyos, meg tényleg nagyon lelkes kis hölgyemény, de nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb a játékban. Az a baj, ő taktikázik olyan szinte, hogy én már nem is tudnék mellette taktikázni, szóval. Meg nem is, nekem nem is ez a cél. Én magamat adom, én egy olyan társat szeretnék, aki tényleg megbízható teljesen. De benne nem bízol meg? Nem. Én megpróbáltam őszintén válaszolni neki, hogy tényleg, hogy lássa azt, hogy egy egyenes ember vagyok, nem csak vele, hanem alapból is, és én elmondtam neki az őszintét igazából. Az elején azt mondtam, hogy tényleg az baj, túlságosan tudod, velém akarja ezt, majd még bízzak meg bennem, de és hogy ő bízza meg bennem, de nem tudom, furcsa. Te félted most amúgy Patrikot, hogy elment vele randizni? Az a durva, hogy nem, basszus, tök durva, de nem. És az is annyira meglepő, nem tudom, biztos nézegette a csajt, de amikor ott vagyok mellette, nem nézett a csajra, pedig ott vette magát a csaj. Először, amikor felolvasta a csaj levelet, akkor így, tudod, így belém ütött, hogy jó, oké. Az a különbség, hogy te azért nem félted, mert tökre megbízol benne. Én meg azért nem féltem, meg nem érdekel, mert engem egyáltalán nem érdekel. Igen, amúgy. Én nagyon jól érzem magam, meg tényleg a srácokkal nagyon jóba lettünk itt bent. Köszönöm szépen. Viszont amennyire biztos voltam a páromban a párválasztó ceremónia után, most annyira vagyok bizonytalan. Két lány közül kellett döntenem. Ő mellett döntöttem. A Timi tette fel még a kezét. Igazából így elsőre a szemkontaktus miatt választottam a Polkát. Viszont most abszolút nem érzem biztosnak. Mariant, hát nagy taktikusnak látom első ránézésre, de egyébként szimpatikus lány, beszélgettem vele, van sütnivalója, tehát ez már pozitív, és én úgy érzem, hogy tudnék vele erős párt alkotni. Peti, a fiúkkal, hogy ezt jelenjük? Teljesen jól. A fiúkkal is, meg a lányokkal is. A lányok közül nem tudnék mondani senkivel, aki aki mondjuk kiemelkedően szimpatikus. A párom
úgy fogalmaznék, hogy rendkívül szórakoztató. Ebben benne van minden. Viszont szerintem az újcsa is ilyen, hogy azt mutatja, hogy hú, végül is jóba is lehetünk akár, de mégsem. Nekem nem szimpatikus. Nem tudom, én még nem fejtettem meg. Eddig nem tapasztaltam semmi negatívot nála, de viszont pont hát, ez, hogy... Hát engem eléggé zavar, hogy nyomul a Dominikre, tehát... Nyomul rá? Hát folyton a Dominikkal beszélgette, tegnap nagyon sokat beszélgette. Én ezt nem is láttam. Dominik? A párválasztó az nekem is hasonlóan alakult, mint a Norbinak. Mi volt nálatok a helyen? Hát mi választottuk a lányokat. Igen? Igazából a kisasszonyon már így látszott elsőre is, hogy hát nem annyira buta lány ő, tehát elég ilyen dörzsöltnek tűnt. De őt választottad volna, hogyha mind az ötből választhat? Hát, lehet. Hogy látjátok a lányok, hogy jönnek ki egymással? Hogy... Rend is vannak azért csoportos ki, hogy klikkeszedik ki kivel. Apolka és Adrián ők. Nagyon? Barátok? Igen. Én például ezért nem bízok meg benne, tehát hogy annyira diskurálnak, annyira súnyik, hogy kegyetek. Még nem tudom, hogy mit kezdjek Bencével. Kérdeztem most a Patrikot, mert elmondtam. Engem iszonyatosan idegesít az, hogy állandóan, amikor beszélni akar face to face, akkor folyamatosan valami testi kontaktust akar létesíteni. Ez engem idegesít. És folyamatosan ezt csinálja. Folyamatosan. Tudom, mit kell csinálnunk. Azt nem akarom, hogy a csaj megérezze ezt, és meg, hogy nem tudom, most meg úgy bámulja azt az új lányt, sem akarom azt, hogy oda mellé álljon meg a csajvágó. Ki a Patrik bámulja? Úgy, nem a Patrik, a Bence. A Timi Naomi, ők nagyon együtt vannak, de ők nem, tehát ők nem ez a sonyi kibeszélő páros, míg a másik kettő hölgyük inkább. Na, akkor én jól vettem ki a szemeitokból, akkor egyik ötök sem biztos teljesen a párjámmal. Itt sem is biztos. És nyitottak voltak a kert párcserére is. Remélem. Tegnap esti buli, hogy tetszett? Milyenek vagyunk? Milyenek? Mi volt az első benyomás, amikor bejöttél? Koktél jó? Hát nem tudtam, hogy fogtok fogadni. Neked a lányokról vélemény. Mikor megérkeztem, barátságosak voltak, meg szerintem így érdeklődtek is, hogy új vagyok, vagy netán vetétes. Van, aki nem nagyon beszél velem, vagy nem nyit felém, az Apolkán láttam, hogy annyira nem nyit nem felém. Elég, nem nagyon, igen. A Timi is se tudan nagyon hova tenni. Az Adri az kedves velem. A legtöbb is. Nóri. És a Naomi az most próbálkozott reggel beszélgetni. Ja, nekem is azért annyira átlátszó, tudom. Inkább fiú barátaim vannak. Ja. Oh, thank you. Most ilyenkor úgy voltozzak, hogy levél? Ja, aha. De ezek alszak. Levél! Csajok! Csajok! Aj, mi az? Nem tudom, azt mondom. Timi! Most menjünk oda az esőbe. Mondjad! Tehetek majd ide! Ötünk közül van valaki, aki így szimpatikus, nem szimpatikus? Mindegyik ötök szimpatikus, csak nem tudom, hogy melyik ötök szeretne tényleg egy párt választani a sajátja helyet. Gyere gyorsan, mert azt mondják aludni. Kedves lányok, mindenki pakolja össze a bőröngyét és gyülekezzetek a nappaliban. Mi van? Ez most komoly. Én nagyon sokkolódtam, amikor megérkezett a levél, hogy pakoljunk össze. Pont abban a percben ébredtem fel, és amikor így felolvastuk, mondom, ezt nem hiszem el. Pont akkor pakoltam ki előtte egy órával, teljesen megnyugodtam, és azonnal történt egy ilyen fordulat. Ti irányítjátok a páratokat, vagy a páratok titeket, vagy a közös megbeszélések, mit tartotok fontosabbnak? Az én páromat már úgy irányítom, mint egy távirányítós autó, szóval igazából. Ez nem csere, ott benne kell, hogy ez nem csere, ott megy. Azt a rohadt. És ezek a nappaliba. Ez most komoly. Komoly. Ez most kaja. Igen. Most lehet, hogy megy mindenki haza? De hogy nem mindenki. De senki nem menjen. Ó, bakker. Ki tudja, mi történt ott a többiek? Kurva jó, bazd meg. Elsőre. Melyik lány tűnik neked a legegyszerűbbnek, akinek a legkönnyebben tudnál beállni a párja mellé? Timit se érzem annyira közelinek.
Én nem tudom milyen ember, még annyira nem ismertem meg, de nem barátkozott velem annyira, és mikor próbáltam nyitni felé, akkor ő sem volt nyitott. Amikor megkaptuk a levelet, az szörnyű érzés volt, tehát mindenki annyira megijedt. Ez faszabb az meg, ez kurva jó, ez meg. Kurva szó repülőút, kurva jó ez, esküszöm. Hogy egyszer túléltem ezt a kurva hosszú utat. És még egyszer. Faszki van. És te csapatjátékos vagy, vagy pedig csak a saját? Én a mindaddig csapatjátékos vagyok, amíg azt érzem, hogy korrektek velem szemben is a csapattársaim. Úgy néz ki ez a koromlak? Hát úristen, ezerszer belenyúltam. Úgy nem tudom, hogy visszafelé hogy fogunk menni, hogy visszük az arulákat. Jaj, én nekem nem gondolkozom. Nekem most jutott eszembe, hogy... Jó, én nekem nem akarok. Mi volt eddigi legnagyobb hazugságod az életben? Hazugság? Rengeteg volt. Igen, te ilyen hazudós típus? Igen, füllentős. Ez milyen elegáns volt. Nem hazudsz, csak nem mondod el. Így... Tehát elhallgatod az információkat? Hát nem mindig. Ez számomra egyáltalán nem szimpatikus. Nem akarok egy olyan lánnyal együtt lenni itt a hotelben, aki folyamatosan hazudozik, sunnyog, esetleg elferdít dolgokat. Kedves Marian, feladatod, hogy válasz magad mellé egy fiút, akivel mostantól egy párt alkottok. Vonulj félre, és gondold át a döntésed. Mert mikor megkaptam ezt a lehetőséget, hogy választhatok azonnal egy párt, annak nagyon örültem, de nem gondoltam volna, hogy ilyen kevés időm lesz rá, hogy eldöntsem, hogy ki legyen, mivel hogy nem voltam biztosabb, hogy kit szeretnék. Norbi szerintem jó fej, és nála például azt nem tudtam eldönteni, hogy ő most tényleg ő ezt a lányt akarta választani, vagy nem. Patrik nagyon szimpatikus nekem, nagyon vicces, meg nagyon jó fej. Tegnap is sokat beszélgettünk, és már tegnap is megnyílt nekem. Bence, amit a tegnap este láttam belőle, az nem volt annyira megnyerő, mert nagyon elengedte magát a buliba, ami persze nem baj, de nem tudtam vele megismerkedni. Petibe kicsit bizonytalan vagyok, mert ő is bizalmatlan, meg én is, és szerintem pont ebben rontja el majd a játékát, hogy túl-túl bizalmatlan lesz. Igazából bármelyiket választanám, mert mindegyik szimpatikus, de igazából Dominiket annyira nem. Sziasztok, lányok! Nagyon régen találkoztunk, számomra szinte fényéveknek tűnik számodra is. Nagyon hiányoztál. Ugye? Este ugye sikerült felborítani az ivararányt, a pusztító buli közben. Micsoda? Ivararányt. A fiúk és a lányok arányát. Hiszen a nagyon komoly buli közepette az általam, hogy is mondjam, minden nő ideált megtestesítő Marian érkezett hozzátok. Ugye ő szingliként érkezett, és nincs párja. És jelen pillanatban éppen a ti páratokkal randizik, de az is lehet, hogy már azon is túl vannak. Hogy látjátok, én is hoztam egy gyönyörű koffert. Új lakó. Mert mindenki számára világos, hogy ez jelenteni fog valamit. Ott állni az a szörnyű érzés volt, amikor ott álltunk, és a bőrönömet néztem lefelé, nem volt jó, tényleg nem volt jó érzés. Látom, mindenkinek megemelkedett a púzusa, kihaladszik a szívverésetek. Én úgy láttam a bőrön ceremónián, hogy minden lány nagyon izgul, senki nem akar nyilván se hazamenni, se a szingli szobába.
Sziasztok! Marian, kérlek, fáradj ide mellém. Jó, kérlek, álljatok a jelenlegi páratok mellé. Marian és az öt fiú ma részt vett egy randin. Marian eddig szingli volt, vagyis nem volt párja az Eden Hotelben. Egy különleges randin vettek részt, ahol volt idejük megismerni egymást. Ez pedig sok mindenre elég lehet. Még arra is, hogy teljesen átfordítsa a jelenlegi állapotot. Eddig mindenki nagyon nyugodtan érezhette magát a párja mellett, de ennek az időnek most van vége. A várakozás, ez kemény volt. Én ott kiborultam, per kettő, hogy össze kellett pakolni, és tényleg le kellett menni, és úgy kellett állni, meg minden. Hogy érzed, sikerült mindenkit megismerned? Tehát úgy érzem, hogy sikerült kicsit beszélgetnem a fiúkkal, mert erre tegnap nem nagyon volt lehetőségem. Őszinték voltak ma hozzád így józanul? Hát szerintem nem mindenki volt teljesen őszinte. Lányok, ti azt nem tudjátok, hogy Marian is kapott egy levelet a randin. Ebben a levélben az állt, hogy Mariannak is van lehetősége párt választani az itt látható öt fiúból, és ezzel is szétrobbantja a jelenleg itt látható valamelyik párt. Azt gondoltam, hogy valamelyikünk biztos, hogy haza fog menni, valamelyik lány abban az adott pillanatban. Mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt könnyű meghoznod a döntésedet? Nem volt annyira nehéz meghoznom, de azért kellett rajta gondolkodjak, ezt kellett gondolni. Tehát nem első látásra, nem, hanem elkezdted használni az agytekerményedet, végigpörgetted, átgondoltad. Így van. Most pedig Marian, arra kérlek, hogy nevezd meg azt a fiút, akit párodul választottál az Eden Hotelben. Én a páromnak. A Bencét választottam. Akkor, amikor kiderült az, hogy Mariannak elválasztom párt, akkor én már szinte 100%-ig biztos voltam, hogy Bencét fogja választani. Kérlek, menj oda Bence és Apolka párosához. Apolka, kérlek, a bőröndöddel együtt, gyere ide mellén. Apolka, hogy érzed most magad? Megmondom őszintén, hogy nem lepődtem meg. Én erre számítottam. De miért? Mert erőteljes bizalmatlanságot éreztem Bence irányából, és szerintem ezt Marian is nagyon jól megérezte. Apolka. Te is tudod, hogy az Eden Hotelban csak párosával van esély a győzelemre. Te most pár nélkül maradtál. Most arra kérlek, fogd meg a bőröndöd. Jól nézd meg az előtted álló öt párost. És ezzel a lendülettel arra kérlek, és most azonnal, menj a szingli szobába, és ha jól játszol, még van esélyed a bennmaradásra. További szép napot, ha már így megalapoztam. Amikor ott álltam már Krisztián mellett, és mindenki számára világosnak tűnt, hogy akkor mégis maradni fogok, a ceremóniáig legalábbis biztos, akkor örültem is abból a szempontból, hogy kaptam még egy esélyt. De ugyanúgy bennem volt a megkönnyebbülés is, hogy már nem Bencével kell folytatnom a játékot. Marian, itt a bőröndöd, vidd magaddal. További szép napot. Neked is. Köszönöm. Apolka, leesett egy kis kő a szívedről, nem? Őszintén igen. Akkor sok sikert a további játékhoz, és a többieknek is. Sziasztok. Hello. Szia. Hello.
Most még biztos, hogy rossz érzésekkel távoztam volna a hotelből, mert hát elsőként távozni nem egyszerű, semmilyen játékból, vagy semmilyen életszituációból. Úgyhogy a mai éjszakát biztos azzal fogom tölteni, javarészt, hogy átgondolom, hogy hogyan tovább. Még egyelőre annyi impulzus ért a mai nap folyamán, hogy még tanástalannak tartom magam. Sokat gondolkoztál rajta? Nem, igazából azért választottak, mert amúgy szimpis vagy, meg hogyha nem érzed jól magad a pároddal, akkor szeretném, hogyha mi olyan párost alkotnánk, akik megbíznak egymásban. És a többiek miért nem? Vagy csak ennyi volt, hogy az oka is itt tuti voltál abban, hogy én? Nem. Szerintem többen is esélyesek lettek volna. Peti, Patrik? Hát a Dominik nem. Aha. És ezért mondom, hogy én szeretném, hogyha megbeszélnénk mindent a játék folyamán, mert másod nem fog működni. Ezt jól láttad, én őszinte voltam veled, elmondtam azt, hogy tehát, hogyha nem történik meg az a dolog, amit a Polka folyamatosan csinált, hogy folyamatosan az Adrival diskuráltak, folyamatosan félrevonultak, ment a nagy tervkészítés, ha mindent őszintén csinált volna velem, akkor én abszolút nem mondom azt, hogy esély is lenne rá. Csak én is azt mondom, hogy te a fiúkkal tesz majd több időt, nyilván te őket fogod ismerni, meg a lányokkal. És ezt kell beszéljünk, hogy egyikünk se senki, hogyha Adri ilyen lehetőség és Apolka, ők nagyon-nagyon ketten, nagyon-nagyon erősek egyébként együtt. Tehát őket mindenképp szét kell amúgy szedni. Tehát őt valamit. De mivel, hazatál. Hogy a Patrik sem örül az Adrinak. Nem. Ezért az Adrit kell kiállítani, vagy lecserélni. Hát nem tudom. És ebben a Patriknak is közben kell működnie. Az, hogy ennyire tudatos és ennyire végig gondolt ezt az egészet, az nekem kicsit igen, tehát zavaró is egy picit, és tartok tőle. Tehát nem lettem nyugodtabb ezzel a párcserével, mint Apolka mellett voltam. Most is izgulnom kell, én úgy érzem. Ízbenem, ennyi. Jól légy szíves, mert én szeretnék nyerni, érted? Itt szeretnék maradni. Jó, persze. Nem, azért jöttem, hogy hazamegyek egy hét után, érted? Szerintem se azért jöttél. Köszönöm, hogy ezt nyugi megoldjuk. És tessék, légy szíves, mondd el ezt neki te is, mert nem hiszlek el. Nem kell mondani, tényleg ne bizonyos, tényleg nem kell, hülyeség. De ezt neked kell érezned nyilván, de én is így látom, hogy ti vettük itt a legerősebb. Szerintem is amúgy. A legnagyobb harmóniában, és ezt ti is értitek. Hát szerintem is. Hát úgyhogy ettől nem kell parázni. Csak máshol. Téged meg bent tartunk. De nekem most szét kell robbantanom egy pár. Igen, és szét is fogsz robbantani, és nem a külső leszarjó külsőt, hanem a leggyengébb szart szét fogod robbantani. Dominikhoz beállsz? Igen. Megy a lakát, csak a csaja bejön a picsával? Ki a csaja? Jó, az annyira nem. A Nórit hagyjad már. És ha bejön egy új gyerek, akkor az meg... Én beszélek a csávóval. Beszélünk vele. Bent tartunk valahogy. Megizgulja. Én nagyon nem szeretem az Apolka hazamenjen, annyira félek ettől, vagy akár én hazamenjek, jó, nyilván azt még jobban nem szeretném. Hogy Apolkának el kell mennie, Adrinak össze kell zuhannia, ezt a csajt pedig ki kell dobni, és akkor így nyugodt leszek. Most a fő nagy problémám az Adri. Előre került a rangsorba. Én szeretnék a Patrik mellett megmaradni, és nem akarom azt, hogy pusol, én nem állok be mellé. Igen, mert tudom, hogy mondtad neki, hogy biztos túl kedves vagyok, mert ezt nem izé praktika minden, de hogy ez ami köztünk van a Patrikkal, ez már rég nem az. Mármint, hogy ez már, érted ez? Egy nap után? De nem vagyok szerelmes, olyan, nem semmi olyan, csak tökre megtaláltuk a hangot. Én nem szedlek szétiteket. Ha Patrik lakat cserél, lecserél. Jó, én értem. Én nem fogom, tehát jó, én nem fogok szétszedni titeket. Jó, oké, csak akkor ne tök rossz, hogy ha azt hinnél, mert emlékszem, amikor idejöttem, mit mondtunk, csináljuk meg a szövetséget, nyomjuk akkor még. Jó, az bukó. Jó, most bukó, de én például tök szimpatizálok a te pároddal most. De én csak azt nem értem, hogy te miből gondolod, hogy én így belerondítok itt. Nem, azt valamiért nem. Tehát én Patrikot nem fogom terelgetni. Egy szóval nem fogom. Azt most mondok egy véleményt rólad, biztos, hogy nem olyan... Csak az tök jól, hogy jó vagy, mert érted szerintem azért... Ne húzzunk szét, amit megbeszéltünk. Emlékszel? Tudom, nem emlékszek. Valamiért azt érzem, nem tudom miért, hogy nem vagyok neked szimpi. Ennyi, ezt érzem, ennyi a szemedből. Én Bencétől egy picikét tartok, bevallom őszintén. Nagyon jó barátok a Patrikkal, és én, nekem mondta a Bence, hogy ő engem nagyon rafináltnak, rafkós lánynak tart.
és attól félek, hogy nehogy lebeszélje rólam úgymond a Patrikot. Na, kedves fiúk, ha igazán nagy örömet szerezhettek a lányoknak, találjatok ki egy szexi produkciót. Ehhez kellékeket is kaptok, amiket kötelező felhasználatok. A koreográfusok Peti és Patrik lesznek. Amikor megtudtuk, hogy a fiúk egy meglepetés táncos zenés produkcióval fognak előlépni nekünk, vagy előadni nekünk, annak nagyon örültünk, és tudtuk, hogy valami nagyon vicceset fognak kitalálni, mert egészen viccelődnek. A harmadik, a harmadik. Nem arról. De ez így Patrik a hosszabb. Akkor én vagy az első, te vagy a harmadik. Norbi a második, most Dominik a harmadik, és te vagy a negyedik. De mi ezt így kell sorba? Hát mivel én kezdem. Miért sorba? Sorba. Mert nagyon hülyék vagyunk, hogy elfelejtjük. Ennyi van az rész. Amikor Patrikkal készültünk a táncos produkcióra, akkor azért hagytam magam alárendelni Patriknak, mert ez ismét egy nagyon jó feladat volt arra, hogy jobban megismerjem azt, hogy ő benne van-e valami kis szellemi potenciál, vagy ugyanúgy lent van a másik kettő úriemberrel az alpári és altesti szinten. Ja, akkor te beállok egy nyitomba. És jó? De az, mert tölti az időt. Ami kéne neked valami víz, és leöntöd magad. Sima, kohár vízzel lecsapom magam így. Mivel tudtam azt, hogy az öt fiúból ugye három csak egy körül a téma körül tud forogni, nevezzük őket Bence, nevezzük meg Bence, Patrik és Norbi. Ezért aztán úgy gondoltam, hogy akkor mi ezt könnyen meg fogják tudni tanulni 5-10 perc alatt is, ezért maradjunk ennél a koreográfiánál. Tehát nem akartam túl bonyolítani, hogy egyszerűen meg tudják tanulni, és véghez tudják vinni a feladatot. Három, kettő, egy! Hello, lányok, akiket várunk még szépen! Hello, lányok, akiket kiáltunk éjjel! Hello, lányok, minket kizlátszott semmi! Hello, lányok, mert nekünk ti vagytok éjjel! Én arra számítottam, hogy a Peti óta fogja nyomni, és majd rappel, meg mindent csinál. Illetve valami a Bence nem adta bele magát. A fiú produkciója az tetszett, viszont többet vártam volna tőlük, főleg a Bencétől. Hát most táncolni kell, most táncoltam. Az egyéni részem szerintem egész jó volt, lányoknak is úgy láttam, hogy bejött. A lányok egyhangúan fognak mondani, hogy kinek a nevére. Nem, te fogsz olvasni, szívem. Csőn. Nem, hát egyhangúan fogjátok. Neked kell közölni. Neked kell közölni. Oda van írva. Mi nem mondunk semmit. Te közöl, segítek majd, jól nézitek. Jó, akkor az ötös a kielégítő lett a Norbikám. Tapcoljuk. Az valami, mint a középszak. Köszönöm. Mennyire? Köszönöm. Szeretném megköszönni anyukámnak. Négyes élvezhető lett, Dominik. Nem rossz. Nem rossz? Köszönjük, ez jó. Hármas, középszar. Maradék. Az én szavam. Patrik, bocsi. Nem lett közé. De tapsoljuk, hogy mi vagyok. Nem betűzik, mert voltak. Nem betűzik. Hát én már úgy indultam. Kettes, felejthető. Peti lett, drágám. Köszönöm szépen. Megnyertem. Egyes elvaszt a Bencécskét. Nem volt szeretet a vetkőzés lányokhoz, ezt elrontottátok ezt a szavazást.
Tehát nem közés az nem volt feladat. Tudom, persze, csak nem voltál olyan, amilyen te vagy. Fáradt vagyok sajnos. Nem voltál részleg. Akkor az, hogy tegnap hervasztó értékelést kaptam ezen a táncos produkción, nem lepődtem meg. Nagyon fáradt voltam, nem volt hozzá hangulatom, és ilyenkor igazából nem tudom erőltetni a poén, nem tudom úgy komolyan venni ezeket a dolgokat. Na már uncsi a téma, úgyhogy mennyi fődni. És nézd a csaj, ennyire elküldözve azért. Megyek, és lesmárolom. Tényleg? Valamelyiket tudsz lesmárolni. Tényleg? Ez a barna? Nagyon. Tényleg? Igen. Miért? Miért téged nem zavarna? Nem hoztam. Miért? Mert abban például zavar, azt egy 15 másodszor van, akkor jól kicsináltam. Nem viccelsz. Nem viccelsz. Dehogy nem viccelek. Nem zavarna? Úgy veszélsz, hogy nyitok mások felé? Nem. Akkor nem tudom, milyen lehetél rondni a csajjal. Most itt senki. Kettesben vagyunk. Tessék! Mi? Mi? Hogy? Nem, nem volt! Nem volt, meg kell adni a módját. Szóval csak, hogy elcsattan, akkor ez úgy közhelyes. Az első nagyon különlegesnek kell lenni, de hát... Néha-néha még az is előfordul, hogy összemelegedünk kicsit jobban Nórival. Nálam ez is a taktika része. Na mondjad! Mindenki megmarad, hogy ez mi lesz. Eljössz egy szívem. Hallod? Üljünk át ide. De nem, mert ez túl feltűnő, de tényleg tudom. Nekem személyszerűen most egy kicsit sok Dominik közeledése, tehát ennek nem is tudom, 2 vagy 3 napja ismerjük egymást. Azért nekem ez így nem feltétlenül jó. De az Adinak kurvára bejössz, szóval az Adinak olyan pasi vagy. Nem hiába tettük fel egy jó páron a kezünket, azért tettük fel, mert így laza köcsög vagy. És ugyebár ez kurvára bejön mindenkinek. Ennyi, hogy csak az a baj, hogy téged, én ahogy észrevettem, lehet téged manipulálni, vagy... van egy személyiséged, amiből nem engedsz. De amit mindenki látott, az, hogy egy ilyen, nem az, hogy csicska vagy, de ilyen olyasmi vagy. Csicska vagyok. Köszönöm szépen. De hogyha szól az adja, akkor te mész. Hát, de ezt nem tudom, hogy kurvára nem így van. Most ezt de, nem mondom. Nem, szívem, mi látjuk, mert... ugye, amikor vagyunk a medencébe, vagy tök mindegy, hogy hol, és hogyha mondd valamit, te mész. Mikor lesz az, amikor oda mondod, bazd meg, most ezt akarom csinálni, hogy fogd be a kurva a pofádat. De ti amúgy halljátok, hogy mi mit beszélünk? Ez a baj, hogy nem. Párján, úgy, ez a baj, hogy ti nem halljátok, hogy mi mit beszélünk. Nem, én azt nem látom, hogy te azt felállnál, és azt mondanád, hogy ez van. De mire álljak fel? Én nem megyek oda soha, néha oda megyek, de az egy más. De az, hogy ott ülök a pultnál, oda jövök, és jó, drágám, ide jövök. De hallnál egyszer azt, hogy mi mit beszélgetünk, tegyük fel egy 10 beszélgetésből egyet, akkor már lekövetkezted az egész dolgot. Lekövetkeztetnéd az egész dolgot. Hogy nem, én csak azt látom, hogy én mondd valamit, akkor te mész. Szerintem gusztustalan lett a csajszíj, az úristen. Patrik pedig adja hozzá a lovat, szóval én róluk így ennyit így finoman. Jó van, gyerekek, hagylak ezeket aludni. Majd holnap, Tali. Köszönöm szépen a felvilágosítást, tényleg. Jó éjszakát. Csak elmondtuk, hogy mi a felnyelsz. Na, jól tetted. Hol voltál? Beszélgettem. Csak kérdeztem, hogy a barasztatom. Most mi van? Most normálisan válaszoltam. Mi? Voltak bennem olyan gondolatok, hogy most ez igaz lehet, vagy nem, és akkor ilyen furcsa volt az egész nekem. Mit titkolózol? Nem oldulatok. Szerencsét. Húzni, hogy
Nagyon megingott a Patrik, iszonyatosan, hogy mit tudom én, 3-4 ember már ezt így nyomja neki, és látom rajta, hogy egyszerűen, és attól is félek, hogy most lehet, hogy őszintén elmondta nekem, hogy ez egy taktika. Most de látod, amúgy, nem te vagy felháborodva. Igen, mert nem értem, hogy mi lenne az ilyeneket mondanak. Én nem fordítva van az egész helyzet, szóval én full mellett vagyok. Jó, csak tudod, jó, oké, azt oké, hogy te fúmáltam, vagy de a te barátai a te barátai nyomatnak téged folyamatosan, és hát te csak azt mondani, hogy úristen, jó, hogy igaz. Miért mondanám? Hogyha azt nyomatnál, akkor nem mondanám el. Tehát magamból tartanám, és azt mondanám, hogy igazatok van, akkor majd meg fogom is kérni valamit sem. De nem. Tudom. Tudod is. To shape I'm masking Venus sleep for days and moving lips to breathe his name. I opened up my eyes. I found myself alone. Lost and lonely you, just like heaven. You, soft and only you, lost and lonely you. Megtörtént az első párcsere az Eden Hotelben. Bár Apolka egyedül maradt, talán így jobban is érzi magát. Adri és Patrik akkora sokkot kaptak, hogy rögtön össze is melegedtek. Holnap kinyílik Pandora szelencéje, és egy nem várt fordulat mindent felbolygat. Tartsanak akkor is velünk, viszlát! Menjék vége. Kijátszott, kijátszottak. Mi van? A holnapi adásban sor kerül az első Pandora ceremóniára, ahol a játékosoknak kínos kérdésekre is válaszolniuk kell, ha akarnak őszintén, ha akarnak nem. Ki az a személy, akit szívesen látnál már a hotelen kívül? A váratlan fordulatok ezzel még nem érnek véget. Hamarosan kezdetét veszi a fekete rózsa ceremónia. Marian, kérlek gyere ide mellém. Ki az a lány, aki a legbarátságtalanabb volt veled az első este? Marian, kérlek mondd ki ezt a nevet.